Jókedvűen idézték fel az egyik körtánc koreográfiáját és a dalszövegét a Tolnai Pitypangó Voda vegyes csoportjának tagjai. A nyitást követően 5 kisgyerekkel csökkent a csoport létszáma, és az egész óvodába is kevesebben érkeztek, mint amennyien eredetileg szoktak lenni. A szülők egy része úgy döntött, otthon tartja a csemetejét, mondták el az óvoda vezetői. Ebben az oktatási intézményben 89-en jelentek meg. Az is sokat mondó adat, hogy az Apraja falva óvodában mindössze 46-an, az Ölkertben 27-en voltak. De a többi intézményben is csökkent a létszám, mondja Németné Szűcs Meditta, a Vosinszky Mór óvoda intézményvezetője. Körülbelül 400, tehát olyan pár gyermek hiány 400 gyerek jár, és most 273-an jöttek is már óvodába, tehát a gyerekek 68%-a meg is érkezett, már várták a szülők is a nyitást. Úgy van nekünk a házi rendünkben, hogy kérelmet kell kitölteni a szülőnek. Előtte mi a zárt csoportokba felmértük, hogy jelezzék ott a szülők, aki nem szeretné, és most a hét folyamán fogják kitölteni a kérelmet, hogy meddig nem szeretnék hozni még a gyermeküket. Van olyan kisgyerek, aki itt a hétvége alatt betegedett meg, és azért nem jött, illetve van egy-kettő olyan család, aki most kapta el a Covid vírust, és emiatt nem tudta megkezdeni a gyermek az óvodát. Igazoltnak minősül a hiányzást, tette hozzá az intézményvezető. Mindegyik óvodában egyébként nagyon készültek a nyitásra, és mindent megtettek annak érdekében, hogy lehetőleg a betegség ne üsse fel a fejét. A játékokat, a bútorokat és a kilincseket folyamatosan fertőtlenítik. Mindenképpen előtte megelőzte a fertőtlenítő takarítás mindegyik óvodában, ahol ügyelet volt ott kicsit korábban, és akkor utána ott várták az ügyeletbe a gyerekeket. Itt a Pitypang óvodában most volt a múlt héten, illetve előtte héten két hétig takarítottak a dadusnénik, és rendezték a termeket, hogy tisztán várják a gyermekeket. Az intézményben dolgozó pedagógusok döntő része pedig kérte a koronavírus elleni védőoltást. Az óvoda dolgozói hamarosan megkapják a második vakcinát is. Az általános iskola alsó tagozatában is megkezdődött a tanítás. Tolna 407 kis diákja jár a 3 telephelyen rendelkező intézménybe. A nyitást megelőző estig néhány szülő úgy gondolta, a lehetőségek ellenére otthon tartja gyermekét. 11 szülő keresett meg elektronikus úton, és kérte, hogy a gyermeke továbbra is otthon folytathassa tanulmányait, és ne kelljen iskolába járni, ők erre engedélyt is kaptak. Azok, akik nem kívánnak részt venni a személyes oktatásban, megtehetik, az ő esetükben igazoltan vannak távol. Online oktatást most már nem fogunk végezni, itt a szülő kötelezettsége az, hogy a gyermek tanulmányi munkáját segítse, a felkészüléséről gondoskodjon. A 20-as EMI rendelet rendelkezik a mulasztásoknak az igazolásáról. Ha gyerek mulasztásának igazolt és igazolatlan mulasztása 250 órát meghaladja, akkor a nevelőtestületnek a döntési hatásköre az, hogy ő értékelhető-e. Tehát megnézzük, hogy van-e kellő számú jegye az értékeléshez. Ha van, akkor őt tudjuk évvégén osztályzattal minősíteni. Amennyiben nincs, a nevelőtestület dönt arról, hogy osztályozó vizsgát tehet-e. Az idei tanévből összesen 240 óra van vissza, tehát ha valaki egyetlen percet sem hiányzott eddig, számára nem jelent veszélyt, hogy osztályozó vizsgát kell tenni, vagy évet kéne ismételnie. Mindezekkel együtt az iskolában azt szeretnék, ha lehetőleg az év hátralévő részében a gyerekek megjelennének az oktatási órákon.